nézzük, hogy a szöglet milyen eredménnyel zárul majd. 11. perc a mérkőzésen jön középre a labda, ott a fejes és megvan a gól. Nándori Botont, hogyha jól látom, a gólszerző ott nagyon-nagyon közel. A kapu torkából csak be kellett sodornia a labdát, volt ott egy másik hazai játékos is Nándori mellett. Én azt gondolom, hogy ez a gól Nándori lesz. 1-0 a mérkőzés állása, 11. perc, az első szöglet rögtön meg is hozza az eredményét. Radó nehéz helyzetben, Radó aztán Rusfaira rárúgja sajnos a labdát, Szenes helyzetben, Szenes elviszi Tóth Balázs mellett. 81. percben Szenes Bence góljával egyenlít a Dunaharaszti együttese. Nem teljesen váratlan történet ez volt, hogy már eljutottak a vendégek a 16-os környékére. És ugye amiről beszéltünk, hogy ez az 1-0, ez nem egy életbiztosítás. Ez sajnos ebben a pillanatban ki is derült. No hát az a második gól, amivel le lehetett volna zárni a mérkőzést, vagy nyugodt mederbe terelni, az egyelőre nincs meg. Darabszámra megvan a két gól, viszont ugye ezt a bizonyos másodikat egyelőre a Dunaharaszti szerzi, de ugyanazzal a lendülettel, Tímári Norman góljával visszaszerzi a vezetést a Puskás Akadémia második együttese. Tímári Norman a gólszerző. 21-es Tímári Norman. És végül is csak összejön ez a második gól, nem csak darabszámra, ugye a Dunaharasztinál volt a mérkőzés második gólja, hanem megvan a hazai második találat is. Keszi. Nem volt les. 4-3 ellen. 4-3 ellen. Szabó viszi be a labdát a 16-oson belülre. Szabó! És ott az utolsó gól, vélhetően a mérkőzésen. Nem is Szabó vitte be, hanem Szabó a gólszerző, bocsánat, Vega vitte be, és Szabó lesz így a gólszerző. Szabó Máté találatával dől el végleg a mérkőzés sorsa. 3-1. 4-3-ba sikerült megoldani. Vega nagyszerűen készítette le, és Szabó a gólszerző. A találkozó 91 percében megszerzi csapatunk a harmadik gólját is, a gólszerző 10-essel Szabó Máté. Botton, gratulálok a győzelemhez. Nem volt ez egy egyszerű mérkőzés, annak ellenére, hogy a 3-1 lett a végeredmény. Jól kezdtetek ugye egy góllal, ami viszont nem is biztos, hogy a te gólod volt, bár nekünk első ránézésre úgy tűnt, hogyan történt ez, először beszélgessünk arról a találatról. Igen, ez a találat nem az enyém volt. Úgy volt, hogy egy szögletet követően bejött a labda, én belecsúsztattam, és a Vancák Vilmos pedig beljebb sodorta a labdát. Ezzel a góllal ugye sikerült vezetni, egy kicsit talán kényelmessé is tette a csapatot. Én helyenként azt éreztem, főleg a második félidőben, hogy volt olyan szituáció, amikor azt mondtam, hogy a napsütés és ez a kellemes vasárnap délutáni hangulat úgy ragadt rá a játékosokra, ahogy nem biztos, hogy kellett volna. Ezt Lazics mester szóvá is tette többször, azt tippeltük, hogy mikor megy el a hangja, mert nagyon-nagyon ideges volt. Igen, a gól után kicsit túlságosan is megnyugodtunk, és lassúvá vált a játékunk. Voltak helyzeteink az első félidőben is, ezeket nem rúgtuk be, így a második félidőben egy szerencsés találattal ki tudtak egyenlíteni, de utána úgy érzem, hogy kicsit felpörögtünk, és sikerült megfordítani a meccset is. Olyannyira sikerült felpörögni, hogy a kettő perc sem telt el az egyenlítő gólhoz képest. Jól jöttek be a cserék, ugye normális jól szállt be a mérkőzésre, illetve az utolsó gól is egy cserejátékos által született. Jó dolog ez, hogy fiatal játékosok, fiatalok, még akkor is, hogyha végül is Vili hozzáér, de azért csak fiatalok szerezték, vagy készítették elő az összes gólt, ezért ezek a mérkőzések pont mindezt a célt kell, hogy szolgálják, ugye? Igen, igen, nagyon fontos, hogy minőségi cseréink vannak, és kell az a plusz, amit hozzá tudnak rakni bárki is áll be, és hát most szerencsére ők szerezték a gólokat, bár úgy gondolom, hogy az NBA-ből is visszajátszó játékosok nagyon sokat segítettek, és a Vili itt van velünk mindig, és nagyon sokat segít nekünk. U18-as válogatott, azt gondolom azért így nem lesz rossz utazni, még hogyha végül is nem listálettél hivatalosan a gólszerző, de azért vastagon benne voltál és jól is játszottál. Mennyire vagy elégedett a saját teljesítményeddel? Igen, így mindenképp jobb érzés lesz a válogatottba elmenni. A teljesítményemmel nem vagyok teljesen megelégedve, mert sosem tökéletes, mindig lehet jobb. Még fejlődnöm kell abban, hogy sokkal gyorsabban kell játszanom, tehát kevesebb érintővel.